Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Fehérvár Televízió városismereti műsorának, a Városrészek titkainak újabb részét látják. Két héttel ezelőtt a Palotavárossal foglalkoztunk, és természetesen azért egy adás arra nem volt elég, hogy felidézzük a Palotaváros történetét és jelenét is, de folytatjuk a beszélgetést. Most is itt vannak velünk szakértőink. Elsőként hagy mutassam be Önöknek Csutin és Lér Erzsébetet, okleveles építészmérnököt, műemlékvédelmi szakmérnököt, a Székesfehérvári Városszépítő és Védő Egyesület alelnökét. Köszönöm, hogy elfogadtad újra meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. És köszöntöm Váci Márkot, a műsor állandó szakértőjét, hiszen ő kísérel bennünket Székesfehérvár város részeiben, ő pedig a Magyar Városkutató Intézet munkatársa. Neked is külön köszönöm, hogy eljöttél újra. Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a nézőket is. És persze köszönöm nektek azt a rengeteg munkát, amit a felvétel előtt adtok hozzá a műsorhoz, és itt mondom el nézőinknek, hogy lehet számítani majd most is képekre. Igazi kuriózumokat hoztak szakértőink, csodálatos régi fotókat, archív felvételeket láthatnak a beszélgetés közben, és hát nyilván megjelenik majd a jelen is munkatársainknak köszönhetően. Ha Palotavárosról beszéltünk, akkor fel kell idézni egy picit. A történet előtt talán a behatárolás mindig ezzel kezdünk, ez a legfontosabb, mert még mindig okozunk meglepetést székesfehérváriaknak is, hogy talán, hogy hol van egy-egy városrész határa. A Palotaváros Fehérvárnak egy nyugati, erősen nyugati városrésze. Ez azt jelenti, hogy a Palotai úttól nyugatra terül el a klasszikus palotavárosi területről, hogyha beszélünk. Az északi határa az a Palotai út és a most már szárazréti körforgalom tulajdonképpen ennek a kereszteződése. A déli határ az a Balatoni út környékén húzódik, hát ezek a határok azért nem annyira fixek természetesen, és a keleti határ az pedig maga a belváros. És egy tömböt még mindenképpen ki kell emelni, ami magában a klasszikus palotavárosba ugyan ebben a formában nem illeszkedik bele, de mégiscsak oda soroljuk. Ugye ez az úgynevezett plázatömb, ami az egykori Fellmayer gyárnak a területe, erről majd fogunk beszélni hamarosan. Nemzeti Adó és Vámhivatalnak az épület együttese, illetve ugye egy hotel is megtalálható ott a Szabadságharcos utca és a Schwäbisch-Gmünd utca sarkán, tehát nagyjából az Ady Endre utca környéke ez a tömbnek a határa tulajdonképpen. És a határ mellett a másik, ami nagyon fontos, hogy milyen régre, milyen múltra tekint vissza a Palotaváros. Én úgy emlékszem, múltkor egy kicsit érintettük ezt, de akár saját magunknak is összefoglalásképpen azt tudnám mondani, hogy az a terület, az a nyugati városi rész, az egyidős a belvárossal szinte. Tehát ha 1000 év, akkor ott is az 1000 év dukál, és annak idején ez a belvárossal együtt egy vám szempontjából, védelem szempontjából egy egységet képezett. Jó lehet, hogy a belvárosnak minőségileg más volt a harcászati védelme, de a sziget külváros is védett volt nyugatról sövény kerítéssel. És ez a terület nem volt egészen egységes, hanem 4 különböző részből állt, az északi rész, tehát a mostani Rász utca környéke az volt az úgynevezett szigetkülváros, a déli rész, ami mondhatom a Vadex meg a Hági Söröző, az volt az Ingovány nevű külváros, ott volt a johanniták kolostora is a 12. századtól kezdve a török időkig, és ahol a Jancsár körforgalomban körülbelül azon a részen volt Szent Király Földje falu, ami szintén a török időkig volt meg. És a neve is változott ennek a területnek, mert általában a sziget külvárosnak nevezték, de a török idők után palotai külváros lett, amit a várpalota felé vezető út miatt kapott, és a szerbek bejövetelekor az meghatározó volt az a népesség, akkor meg Rácvárosnak is nevezték. Tehát a Wüstinger-féle térképen Rácvárosként említik, és még egy érdekes adatot hadd mondjak, és a név
évszámot is megjegyeztem, 1664-ben Evlia Cselebi leírásában az szerepel, hogy ez egy rendkívül népes külváros, 1180 ház volt benne, 3 templom, 60 bolt, úgyhogy ez egy nagyon népes terület volt még a török idők alatt is. Kaptunk egy kis magyarázatot a Sziget utca elnevezése, mert ugye a Rácz utca, miért a Rácz utca, azért ezt már többnyire tudjuk, mi is fogunk is majd még beszélni róla az archív fotóknak köszönhetően, de a Sziget utca akkor ezek szerint ezért kapta ezt a nevet. Van még olyan utca, amit érdemes a neve miatt megemlíteni a Palotaváros területén, hogy miről nevezték el? Hát számos utca középkori eredetű, és ez általában vagy a földrajzi környezetről, vagy a mesterségekről neveztek el, mint a Csapó utca, a Tobak utca. Ez egy mocsaras rész volt, rengeteg kis csatorna keresztezte az utakat, a telkeket, éppen ezért vízre épülő kis mesterségek jöttek létre, és ez tükröződik. Szunyog utca, Szömörce utca, Horog utca, tehát ezek beszédes utca nevek. Honnan ered a Jancsár utca elnevezés? Tudunk erről valamit? Hát a Jancsár elnevezés az ugye a Janicsárnak egy, hát magyaros, nem is tudom mennyire lehet ezt magyarosnak nevezni, de mondjuk azt, hogy magyaros változata. Tehát ugye a törökökhöz csatlakozott gyalogos katonaságról kapta valójában a nevét, ugye azokról idézőes martalócokról, akik ugye a lovasszpáhikkal és egyéb tisztekkel együtt ugye érkeztek a seregnek, gyakorlatilag a jelentősebb részét adták. Hát ugye katonai szempontból ők voltak a kevésbé fontosak, de létszám fölényt viszont azért adtak mindenképpen. És ha már az utca neveknél tartunk, ugye elhangzott, hogy különböző foglalkozásokról kapták ezek az utcák a nevüket, illetve a vízről. Van egy olyan középkori eredetű utcája a Palotavárosnak, ami már nagyon-nagyon régóta létezik, igazából nem is lehet pontosan tudni, hogy melyik századból ered, ez a Sütő utca. Ugyanis a középkorban ezt Zsemje Sütő utcának nevezték, nagy valószínűséggel ez egy olyan terület lehetett, ahol valamikor pékek laktak. Tehát ugye nem csak vízhez kapcsolódó foglalkozások voltak értelemszerűen ebben a városrészben, hanem például sütőmesterek, pékek is. Tudom, hogy kutatásaidban nagyon szereted az utcaneveket, de a másik, amit nagyon szeretsz, az az ipar. És az iparral már foglalkoztunk az előző részben, de itt megint kérek egy összefoglalást, még el nem jutunk majd az első fotóig is valójában egy gyárral kapcsolatban. Hát ugye a klasszikus vízhez kapcsolódó kismesterségek a bőrfeldolgozáshoz kötődnek elsősorban, így alakultak ki ugye a Tobak utca elnevezés például, aztán a Csapó utca, ugye a Tímár mesterségnek jelentősebb változatai, de a bőrgyárak is ugye ide kapcsolódnak ezekhez a vizes iparokhoz, ugye a bőrfeldolgozásnak az üzemszerű alkalmazása. Ugye egyrészt a Vejsz és Túlféle bőrgyár, amiről múltkor szót ejtettünk, ugye ez az, ami még ma is látható az eredeti állapotában, illetve hát nyilván fizikai meg műszaki állapotát tekintve azért már nem az eredeti, de alaprajzát tekintve nagyjából hasonló. Illetve a Kovács Ferenc féle bőrgyár, amit aztán a Vejsz és Túl cég ugye 1935-ben felvásárolt, itt a későbbi diszkont került kialakításra, a koronadiszkont. Ennek a jellegzetes víztornya egyébként szakmunkákban ma is helyet kap, az interneten egyébként nagyon sok helyen említik, főleg azért, mert ez egy míves víztorony, ez a gyárhoz tartozott ugye eredetileg, és a közelben meghúzódó csatornáknak a vizét használta fel, tulajdonképpen azt emelte át, és aztán azt forgatta be ugye a gyárnak a termelésébe. És hát a múltkor nem került szóba, de itt az adás előtt most is beszéltünk róla, meg a múltkor is, hogy mennyiféle egyéb mester létezett még ebben a városrészben. Székcsinálók, gombkötők, különböző kis faragómesterek. Segíts nekem egy picit, mik voltak még? Otthon hagytam a puskámat. Lényeg, hogy rendkívül Rácz különlegesek utcában, voltak. A kézművesek házában azért megjelenik ebből sok minden, tehát... Részben megjelenik, de vannak olyan mesterségek, amik már akkor is nagyon marginálisak voltak, én úgy gondolom. Tehát, hogy voltak olyan mesterek, akik kifejezetten rendkívül pepecs munkákat végeztek, nagyon kevés pénzért,
és ők többnyire a Palotavárosban voltak egyébként megtalálhatók. Hát hol máshol, ha nem ott, ahol egyébként büdös dolgokkal, meg egyebekkel foglalkoznak. Nyilván a szegény iparosok is akkor ide költöznek be. Egyébként ez az említett 1001 néhány ház lakója, ez többnyire az iparosok, a munkások lakása volt? Be kell még említeni az úgynevezett ráckalmárokat is, a kereskedők voltak, tehát nagyon híresek voltak erről, meg a másik, hogy ez volt Székesfehérvárnak a zöldséges kertje. Tehát itt nagyon jó föld, tehát nagy zöldségtermesztéssel foglalkoztak, tehát a fehérvári piacon az ő salátáik, meg sárgarépáik jelentek meg lefőképpen. Nos, tehát mezőgazdaság és ipar, az iparon belül sok kézműves foglalkozás. Szerintem térjünk rá arra az épületre, az a táblára, amiről nem beszéltünk, ez pedig a Fellmeyer gyárnak az emléktáblája. Ezt már fotóval is meg tudjuk mutatni, illetve vágóképpel is meg tudjuk mutatni a nézőknek. Igen, hát maga az épülettömb, ahol ez az emléktábla található, egy jellegzetes épülete ma már Székesfehérvárnak. Hát korábban ugye számtalan vita tárgya volt, sőt még talán ma is, bár ma már inkább az építészek meg a városvédők vitatkoznak róla, de mindenkinek megvan róla a véleménye, ez ugye a plázának a tömbje, ami eredetileg egy kékfestőgyár céljait szolgálta. 1845-ben Szegedről egy kékfestő dinasztia tagjaként költözött ide Fellmeyer István, kékfestőmester. Sáfrány Józsefnek az üzemében kezdett el dolgozni, és amikor a mester elhunyt, akkor a feleségét, illetve az özvegyét elvette feleségül. Innentől kezdve igazából ugye a gyárnak a tulajdonjoga, meg egyáltalán a munkának az oroszlán része is ugye rászállt. Tehát nem csak a vagyont örökölte, hanem magát a munkát is, és természetesen a megrendelőket. Aztán az ő tevékenysége kapcsán sikerült annyira felfuttatni a gyárat, hogy már a fiai is ezzel kezdtek el foglalkozni, ezzel a mesterséggel. Ők viszont elég korán elhunytak, 1893-ban, illetve 97-ben, és ezért már 1898-ban az özvegyek és az örökösök túladtak ezen a tulajdonon. Innentől kezdve aztán főleg osztrák bankok tulajdonolták magát a gyárat, viszont a két világháború közötti időszak volt az a korszak, illetve a dualizmusnak az időszaka ezt megelőzően, amikor a fénykorát élte maga a gyár. Hiszen a második világháború során különböző bombatalálatokat kapott, illetve amikor a háború elkezdődött, a tervezett fejlesztéseket sem tudták megvalósítani, és ráadásul 1945 után a szovjet állam tulajdonába került maga a gyárterület. Innentől kezdve egészen 1952-ig, amíg újra nem került egy ajándékozási, úgynevezett ajándékozási szerződés keretében ismét magyar állami tulajdonba, gyakorlatilag Magyarországnak semmilyen profitot nem hozott. És aztán 52-ben lett belőle a kolorit, ahogyan már nagyon sokan ismerik, és 1963-ban lett belőle aztán a Pamut textilművek kikészítő gyár, maga a Patex. Még annyit hadd szabadjon ehhez hozzászólnom, hogy az idősebbik Fellmeyer István, tehát az egészet létrehozta, ő 1889-ben hunyt el, és a gyárának a fénykora tulajdonképpen erre a 80-as, 90-es évekre tehető, és én azt is olvastam valahol, hatalmas külkereskedelmet is folytattak, és például nekik Indiában saját indigó földjeik voltak, ami a kékfestéshez szükséges. A Patex tulajdonképpen mivel foglalkozott? Hát a Patex már ugye egy iparosított, illetve gyári termeléssel berendezett üzem volt. Tehát ugye különböző akkoriban már kialakulóban lévő szintetikus anyagokat dolgoztak fel elsősorban, de természetesen a hagyományos textil anyagokkal is ugyanúgy foglalkoztak. Ezeknek a készítésével, festésével, illetve hát a kikészítéssel, akár a készanyagnak a legyártásával, és van egy nagyon jó összefoglalója egyébként a gyár történetének, Zákányi Imréné írta meg annak idején, és ő elég részletesen leírta, hogy a különböző korszakokban már az utolsó években is ugye milyen változások történtek a gyár életében. 92-93 környékén kezdődött ugye
a hanyatló korszak igazából. A csődeljárás az olyan 94-95-ben, és hogyha jól emlékszem ebből az összefoglalóban, akkor 96 decemberében gördült ki az utolsó teherautó. Tehát ez azt jelenti, hogy a rendszerváltás után még körülbelül 6 évig folyt a termelés, ugyan a dolgozók minden nap, minden reggel szinte úgy jártak be, nem tudták, hogy másnap még kell egyáltalán munkába menniük. Hát ez egy furcsa és egy érdekes időszaka volt ugye a történelemnek. Én ezt kisgyerekként éltem meg, nem tudok róla beszámolni, de vannak volt koloritos, meg Patex és ismerősök, akik ezt elmondták, hogy igen, ez így történt. Aztán akkor hallottunk újra sokat a Patexről, amikor a bevásárlóközpont terve megjelent. Ugye akkor sok szó esett arról, hogy a piac és a Patex, és hogy mi legyen vele. Rá fogunk térni majd a piac miatt is, de egy picit pihenjünk meg mondjuk valami vendéglőben, ami a vendéglátást jelenti a Palotaváros területén. Természetesen a múltról beszélünk, és nem a jelenlegi vendéglátásról. Hát már csak azért sem beszélhetünk a jelenlegi vendéglátásról, mert a Ponty szálló, amiről most éppen szó van, körülbelül 1938-ig létezett. Ráadásul az utolsó egy-két évtizedben már nem túl jó körülmények között. Hát komfortosnak talán még valamennyire lehetett mondani. Hol volt, hogy beazonosítsuk a helyét? Ez a Palotai út és a piactér sarkán volt megtalálható, majd a régi piacról lesz egy-két fotót, lehet látni, igazából ez a Fellmayer gyár előtt húzódott, és ugye kikanyarodott a sarokra, tehát a Palotai út felé ment aztán tovább egy hosszabb épület szárnya. Ahogy látható a képen, volt ennek egy nagy körbekerített udvara is. Ugye különböző országos, illetve megyei vásárok során itt az istállók azért elég nagy kapacitással működtek, de mindig megteltek. Leszámítva a két világháború közötti időszakot, hiszen akkorra már az épületnek az állaga is leromlott, illetve a jó hírét is kezdte lassan-lassan elveszíteni. Egyrészt egy beboltozatlan csatorna partján terült el, nem volt annyira kellemes már akkoriban ez a környék, ez volt az egyik oka. Másrészt ugye volt mögött egy elég nagy kapacitással működő gyár. Hát egy gyár szomszédságában azért pihenni annyira nem lehet. Ekkoriban már inkább iparos szállóként működött, tehát ez azt jelenti, hogy ilyen fogadó jelleggel ugye iparosok, főleg szakszervezeti tagok megszálltak itt egy-két éjszakára. Ha szabad a ma embere számára segíteni, betájolni, akkor körülbelül a Libri könyvesbolt és a Pláza játékboltja közötti sávban volt annak idején. Köszönöm szépen. Ez az igazi jó hely meghatározás, igen. És akkor a piac, amelyet említettünk, nagyon sokan emlékeznek még rá, bevallom őszintén én is, és én szerettem is azt a piacot. Ezzel szerintem vannak így mások is. Ugye már korábban is volt itt megtalálható egy piac, hiszen itt működött ugye a megyei kormányhivatal, de én inkább megyeházaként szeretem emlegetni magát az épületet, tehát onnantól a Búzapiac tértől egészen a Haltérig, tehát mondjuk úgy nagyjából a mai plázaik, hogyha hatalmas nagy piac volt itt megtalálható. Nem volt olyan nagy, mint a Felsővárosi Vásártér, amiről ugye nagyon sokat beszéltünk a korábbi adásokban, de ezt úgy kell elképzelni, hogy itt terményeket értékesítették és árultak. Voltak itt fazekasok, keramikusok is, akik szintén megfordultak edényekkel. Voltak kisebb, üzletjellegű bódék. Hát ezek inkább ilyen kis összetákolt bódék voltak. Festékkereskedés például, aztán terménykereskedő, és hát nyilván azért állatot is lehetett itt vásárolni, kisebb állatokat. Hogy a Haltér pontosan miről kapta a nevét. Egyes feltételezések szerint itt működött halpiac is többek között, előfordult, hogy tényleg volt ilyen. Nagy valószínűséggel a Haltér és a Ponyszálló elnevezése között azért van összefüggés. Hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, én nem tudom megmondani. Lehet, hogy vannak nálam felkészültebbek, meg jártasabbak a témában. Minden esetre a piacozók, illetve a piacon megfordulók, akik mondjuk különböző távolabbi településekről érkeztek, akár a megyén kívülről, előszeretettel szálltak meg egyébként a Ponyban. Tehát rendkívül jó üzleti érzékkel választotta ki annak idején Héj Imre az alapító ezt a helyszínt. Egyébként a városnak ez volt az egyetlen piaca annak idején? A Palotavárosban található? Hát ugye a Felsővárosi Vásárteret emlegettem többször, az volt a nagy piac, mint meg olyan. Meg a Városháztér is. Meg a Városháztér, így van, a Városháztér, nem beszélve
de majd az is szóba fog kerülni néhány adás múlva, hogy a Sóstól megtalált a Vásártérről, ami már ugye akkoriban is azért nagy vásároknak adott helyet, és aztán a 30-as években is épültek még oda különböző vásártéri építmények egyébként. Lehet, hogy a mai emberének ezt így furcsa hallani, de ne felejtsük el, hogy nem voltak bevásárló központok, tehát a piacok voltak a bevásárló központok, gondolom ezért is volt szükség ennyi ilyen helyre. Aztán a piac átalakult, az a piaca, amit én emlegettem, amire emlékezhetünk is még. Igen, ugye a ma ismert piac Kati nénivel, meg az egyéb árusokkal, akik ugye annak idején szóba kerültek például a Felsőváros kapcsán. A libafertájjal. A libafertájjal és a minden egyéb termékekkel. Ugye a fedett piac, mint olyan, a klasszikus, az az 1950-es évek elején alakult ki egy tanácsi döntés nyomán. Úgy határoztak, hogy hát most már Fehérvárnak kell egy korszerű piacot építeni, ahol hát elsősorban a kis háztáji termelők, már akik még annak idején fennmaradtak egyáltalán, ugye beszolgáltatások és minden egyéb következtében, meg akik erre engedélyt kaptak, árusíthassák a portékáikat, illetve kialakultak az úgynevezett hatósági üzletek. Én meg emlékszem, a gyerekkoromban a hatósági henteshez jártunk rendszeresen a nagymamámmal a piacnak a talán egyik legkoszosabb, meg legkevésbé szellőztethető részére. Nekem vannak jó, meg rossz élményeim erről a piacról így gyerekkoromból. Tartozunk a hatóság szó magyarázatával, hogy ez mit jelent hát ez esetben? Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy ugye állami és különböző tiszti orvosi meg egyéb engedélyekkel rendelkezett, ugye szabott áron árusította. Bár amikor én gyerek voltam a 90-es években, akkor már nyilván nem, de korábban ugye a rendszerváltás előtt szabott áron árusította ezeket a termékeket, ugye a hatóság meghatározta azt, hogy mennyiért lehet adni a különböző termékeket, és hát a kereskedő pedig annyiért adta, amennyiért. Ő általában ennek a hatóságnak volt valamilyen alkalmazottja. És ugye volt egy másik része a piacnak, ugye volt ez a fedett piac rész, és ugye a buszpályaudvarhoz közelebb eső rész volt a kirakodó rész, aminek az emléke az még most is talán megvan a mai városi piacon. Voltak ezek a különböző kis asztalok, volt egy-két kisebb pavilon, bódé, ahova ugye az igazi falusi termelők, meg a kis kofáknak külvárosi kofák, ugye? Így van, kihelyezték a kis terményeiket, és ugyanazokkal a szavakkal árulták egyébként akkor is a termékeket, mint ma. Tehát, hogy ez egy olyan generációs élmény, ami szerintem évtizedek óta megvan az emberben, hogy tessék megnézni aranyos, mi tetszik, és a hasonló kifejezések, azok még ma is megvannak a városi piacon, úgyhogy ha valaki betéved, és eltekint attól, hogy ez egy pláza tövében, vagy éppen a földszintjén található meg, akkor tényleg megvan az a piaci hangulat még mindig. Számomra két élmény maradt meg leginkább, az egyik a Tőke Jánoséknak a savanyúsága, hát az nagyon finom volt, a másik pedig Szabó bácsi, a gombaszakértő, ahova minden hétvégén lehetett menni, és a szedett gombákat ő nézte meg. Na, nekem ez jutott eszembe hirtelen. Szép emlékek a piacról, menjünk tovább, hiszen foglalkoztunk iparral, kereskedelemmel, mezőgazdasággal, az oktatásra térjünk rá a következőkben, mennyire volt az jellemző ezen a területen? Hát ugye egy iskolát mindenképpen ki kell emelni, bár ennek a helyén korábban egyébként egy kultúrotthon működött, az úgynevezett Palotavárosi Otthon. Ez kulturális funkciót látott el. Ugye igazából a városrészben élő embereknek a különböző igényeit szolgálta ki. Tehát az olvasási szokásokhoz próbált például igazodni, különböző rendezvények voltak itt, jótékonyságú célú előadások és egyebek. Aztán az államosítás után, hát akkor éppen Fellmayer gyárnak nevezték, 52-ben a gyárnak a kultúrhelyisége költözött be ebbe az épületbe, hiszen az úgynevezett Fellmayer házat egy ilyen csereüzlet révén először az egyházmegye szerezte meg, még a II. Világháború előtt, és aztán lett belőle egy ilyen pártbizottságnak nevezett építmény, illetve hivatal, tehát a pártbizottság ugye kiszorította a Fellmayer gyárnak a munkásait, hát ugye a munkáshatalom a munkásokat, minden esetre a Palotavárosi Otthonba költöztek be, és ott folytatták tovább ezt a közösségi életet, és aztán 60-62 környékén épült meg maga a Vasvári Pál általános iskola. Volt egyébként a Palotavárosnak korábban is egy iskola, egy kisebb iskola, ez a Gőbel János által vezetett kis iskola,
Aztán Göbel Jánosról nevezték el egyébként a két világháború között azt a teret, ahol ma ez a Vasvári Általános Iskola megtalálható, és 1945 után pedig György Oszkár, mártír, tanár, illetve költőnek a nevét vette fel ez a tér. Göbel János nevét azért mindenképpen érdemes megemlíteni, mert ő volt talán a legnagyobb hatású igazgató-tanító itt a városban, a 20. század első felében. Ő volt igazából a városi elemi iskoláknak a gondnoka, tehát ő volt az, aki, ha lehet ilyet mondani, egyfajta főigazgatója volt az összes városi elemi iskolának, és egyébként ő volt az, visszautalva a Vízivárosra, aki Manc Jánosnak javasolta azt, hogy egy kisded óvodának a létrehozására hagyjon alapítványt ugye a saját magánvagyonából. Úgyhogy igazából az első városi óvodát azt Göbel Jánosnak köszönhetjük részben. Melyik volt az első modern épület a Palotavárosban? Garzonház esetleg? Az első modern épület a Balatoni út mentén lévő négy pontház volt, tehát a II. Világháború után a tömeges lakásépítés kezdete, az tulajdonképpen ott kezdődött, de picit korábbra megyünk vissza, a Novocento időszakába, tehát a 1938-as években is, ott ugyanazon a soron láthatók a Molnár Schmidl építész párosnak azok a kedves kis zsalugáteres épületei, és ugyanabban az időben épült, most egy kicsit távolabbra ugranék, ott a Palotai út kimenetelénél, a Szeder utcai nagyházak elejénél a Vámház. Tehát 38-ban, ha az is a modern időszakhoz számít, akkor ezek az épületek jelentek meg először, és utána a házgyári építési technológiának a... Tömkelege, igen, kerestem a kifejezést, hogy mit mondjak, hogy desértő legyen, de azért a valóságot is. Akkor tulajdonképpen most már arról tudunk beszélni, hogy a jelenlegi képe, hogy és mikor alakult ki a Palotavárosnak. Hát a II. Világháború után rettentően megugrott Székesfehérvár lakosszáma, és szükséges volt tömeglakás építésre. Na most először a Víziváros környékén kezdték az ottani réginek minősített, meg elavultnak minősített épületeknek a lebontásával, és igazából akkor alakult ki a belváros körüli panelgyűrűnek a keleti oldala. És amikor a 70-es évek végén, a 80-as években került sorra a mai palotavárosi lakótelep, korábban Leninről elnevezett lakótelepnek a három gyűrűjének a megépítése, azzal bezárult a belváros körüli panelgyűrű. Tehát tulajdonképpen gyűrűről beszélünk a Palotaváros esetében, a házak elhelyezkedését tekintve. Hát a házak is gyűrűformában, de én egyáltalában a fehérvári város szerkezet szempontjából is, ami a körülveszi a belvárost, az is egy gyűrű. A palotavárosi lakótelep három ütemben épült, és mind a három ütemnél az volt az építésznek a koncepciója, hogy középen egy-egy attrakció, az első ütemnél a lehet, hogy ezt múltkor említettem, de elmondom még egyszer. Az első ütemnél a Johannita kolostornak a romjai, amik feltárásra várnak. A középső ütemben a Rácz utca, a Rácz templom és a körülötte lévő megtartott épületek. És a harmadik ütem az kicsit csonka, és ott pedig egy tavat terveztek, de szánkódom lett belőle, tehát tulajdonképpen üres az a rész. És ami közvetlenül körbeveszi ezt a három attrakciót, azok tízszintes házak, és kifelé az út felé pedig lecsendesedik ez négy szintes épületé. Tehát ez egy építészeti koncepció, ami tulajdonképpen egy madártávlatból főleg szép dolog, csak szerintem az a palotai városi lakók tudják a legjobban, hogy ott autóbusz nem tud elmenni. Úgy, erre nem gondoltak. Ez nem sikerült. És a másik pedig az, amit én fájlalok tulajdonképpen, hogy ez a palota város rész, ez teljesen hermetikusan le van zárva a 8-sávos palotai úttal is a belvárostól, úgyhogy az élmény nézni a pláza közepén, ha jövünk ki azt a zebrát, ahol 17 másodperc
van a gyalogosok részére, mikor zöldre vált, mint egy 3000 méteres akadályfutásnak a rajtja, úgy vonulnak át az emberek, tehát ezen kéne javítani valahogy. Ha a Palotavárosban vagyunk, feltétlenül beszélünk el a palotavárosi tavakról, és ez mi az eredete? Hát a lakótelepépítés során szükség volt földre, akár a tereprendezésnél, meg más egyéb szempontból, amire lehet használni, és akkor a 80-as években akkor vájták ki ezt a két hatalmas gödröt, és igazából a Gaja-patak folyik a kettőn keresztül, úgyhogy a Gaja-patak vize táplálja, és most Fehérvárnak egy nagyon kellemes rekreációs területe lett. Horgászok paradicsoma, futók járnak ott körbe. Úgyhogy ez és tulajdonképpen ez az a terület, ahol majdhogy nem jelenleg is, hiszen a közelmúltban is épültek még házak. Már egy kicsit más jellegű, de még mindig. Igen, főleg úgy észak felé, tehát a Csór irányába ott épült meg egy pár ilyen társasház, meg nagyobb épület. Nos, hát a Palotaváros jelenét így be tudtuk mutatni valójában, úgyhogy ezt hiszem, hogy lassan-lassan itt lesz az ideje, hogy ismét visszatérjünk, hiszen van még a Talsajotokban nagyon sok érdekes fotó, amelyet hoztatok a múltról. Azt hiszem, hogy az első fotó majd 1928 festményt mutat, amely ismét a Rácz utca környékére vezet bennünket. De mindenképpen, ha múltról van szó, a Palotavárosnak ez a legnagyobb ékessége, akárhogy is nézzük, ez pedig a Rácz utca, amelyről már sokat beszéltünk, de itt az ideje, hogy újra beszéljünk, hiszen érdemes, már csak azért is, mert a fotók is segítenek majd bennünket ebben. Nos, tehát a festmény, mit tudunk erről mondani? Itt hadd említsem meg a dr. Lukács Lászlónak a nevét, meg Demeter Zsófiáét. Ők a 70-es években, mielőtt elkezdődött ennek a kis Rácz utcai szakasznak az újraéledése, palotavárosi írások néven feldolgozták ennek a történetét, néprajzát. Úgyhogy amikor én a felmérést, meg a hasznosítási tervet készítettem, akkor az ő munkájukra alapoztam az én gondolataimat. És én a Lukács Lacitól kaptam dián ezt az aranyos festményt, ami teljesen hitelesnek tartott, hogy így nézett ki valójában a Palotaváros annak idején. Ezek szerint 1928-ban. Igen. Igen, tehát ugye akkor készült, és igazából ugye egy falusias jellegű utcát mutat be, hogy a templomról jól beazonosítható, hogy a Rácz utcáról van szó, illetve Egy dolgot szeretnék még mondani, mert most jutott eszembe, hogy 1843-ban egy hatalmas tűzvész pusztított a Palotavárosban, ami szinte a Rácz utcától az Ingoványig, tehát a mai Vadex területéig minden ház leégett. Tehát erről nem mondhatjuk azt, hogy középkori házak, akkor még deszkaházakban laktak egyébként, Evlia Cselebi szerint, hanem ezek az 1800-as évek második felében épült épületek. Vályogházakról beszélünk? Vályog is van, de van már, ami téla. De a régi házak, a nátetős házak akkor vályogból építkeztek. Tehát ez a festmény volt az első, de van még sok érdekes. Nem egy hiteles fotó, de minden esetre a Rácz utcának az első olyan ábrázolása, amiről tudjuk, hogy hogyan is nézett ki annak idején ez a környék. Így van. Igen, az én számomra ez dokumentum értékű. Úgyhogy... És akkor folytassuk a lapozgatást az archív fotók között, a következő képen is természetesen a Rácz utcát látjuk. Igen, ugye az 1970-es évek végén indult meg ez a dokumentáció, jól emlékszem, akkor 78-ból van ugye az első. Igen, 78-79-ben akkor volt a kezdődött a felmérés, akkor jött az a javaslat, amit a rendezési tervbe a Váti, a rendezési terv készítő pesti építésziroda behelyezett a műemlékesek javaslatára, hogy itt a műemlék 18. századi barokk rászemplom környékét nem szabad lecsupaszítani, hanem meg kell őrizni, meg kell tartani. Aztán ez Fehérvár számára egy ajándékot hozott, amit mai napig is lehet élvezni. A panel rengeteg tövében, ez a hangulatos kis utca, és a kép mutatta az állapotot. Itt lakókkal együtt láthatjuk már a következő képen. Ezek még a felmérés során készültek, ha jól emlékszem, ez a 20-as számú épület.
hát elég rossz állapotban voltak akkor már ezek a házak, de ennek is megvolt az oka, hiszen már 15 éve tudták az itt lakók, hogy nekik innét ki kell menni. Tehát az a zsigerekben élő rendberakása ezeknek a házaknak, hogy évente kimeszelni, meg a nádat helyre pofozni, az már nem volt kedvük az embereknek, úgyhogy így lehetett mondani, igen, ezek nagyon rossz állapotban lévő házak. Hogy fogadták a lakók a felmérést? Vegyesen. Volt, aki almával kínált, volt, aki nem is köszönt vissza. Mindent meg lehetett érteni. Tehát olyanok, akiknek itt volt az életük, meg ez volt, és aztán egyszerre csak ki kell neki költözni, ezt én nagyon meg tudom érteni. Nem volt egyszerű. Hogy ez nem volt egyszerű dolog. A láthető gyönyörűségét és a Porta régi képét láthatjuk a következő archív fotón. Egy házat meg kell említenem külön, ami a Pontarász templommal szemben van, a 19-es számú ház, ami ebbe az időszakban, a fénykorában tejipari múzeumként működött, sajnos most nem az. Ennek van egy pincéje. Gyönyörű, szép, hatosztatú, csesüvegboltozatú pince, amiben van a falába egy olyan varázslatos kő, amit szerintem nem fognak onnét kiszedni, de bármit el lehet képzelni, bármi faragvány mögötte. Tehát tudjuk, hogy amikor a bazilika 1601-ben a Nagyboldogasszony bazilika az tönkrement, akkor egy idő után szabadott elhordani a köveket, és hát egy csomó alapozásban ez tovább él, úgyhogy szerintem ott is egy ilyen kő van. Lapozgatva tovább azért már látjuk, hogy tényleg voltak olyan épületek már, amik jobb sorsra érdemesek, tehát mondhatni majd, hogy nem romosak, és természetesen továbbá is a Rácz utcában vagyunk. Amit itt látunk már ennyire romosnak, ott tudjuk, annak tudjuk a történetét. Ez a 19-es, amiről beszéltünk, ami alatt egyébként a pince van. Igen. Szóval nem akarok senkit se szédíteni, hogy ezeket a házakat teljesen eredeti állapotában lehetett megtartani. Volt olyan épület, ami újjá kellett varázsolni, mert tényleg rossz állapotban voltak. Meg egy picit ugye itt a különböző üzemek vállalták ezeknek a felújítását. Na most azt is tiszteletbe kellett tartani, hogy egy adott üzem mondjuk nem vállal vályogvetést. Tehát itt a téglát is be kellett csempészni, amit a vakolat most jótékonyan eltakar, de a végeredmény az, hogy az épületek, amelyeket meg lehetett tartani, azok az eredeti állapotuk szerint lettek helyreállítva. A vakolat alá nem mindig kell belenézni. Igazi értékek ezek a fotók. Sokat hallottunk róla, de érdemes felidézni a csatornázás, amit te különösképpen szeretsz. Ezt látjuk a képen is. Igen, meg az útburkolat. A csatornázása nincs sok bajom, inkább az útburkolattal. Úgy érzem, múltkor mondtam azt, hogy talán még megélem, hogy ezt kicserélik járhatóra, mert most éppen... Mert hát valójában ez az útburkolat próbálta az eredetit lemásolni? Itt volt egy útburkolat, egy olyan útburkolat volt, ilyen betonréteg volt, tehát ilyen aszfalt vagy betonréteg volt a tetején, de elég kopott volt, és lehetett látni alatta azokat a szép gránitaplit görögetek köveket, amivel régen az egész Fehérvár útja ezzel volt telepakolva, és annak ugye az a lényege, hogy a víz át tudott menni rajta, azon kívül, ha a kocsival végigmentek, az segített az összetömörítésbe. Hát most se a víz nem megy át rajta, se összetömörödni nem tudott az alatta lévő betonréteg miatt, úgyhogy itt egy ilyen alapvető, alulról kezdődő útépítést kell majd produkálni. Közben megjelent egy csodálatos fotó, én szerintem ez a Palota város jelképe lehetne. Igen, ugye a 18-as, a sárga színű ház, és mellette a 20-as, ugye a mesterség, illetve igen, a mesterségek háza. Nem mindig tudom, hogy melyik a mesterségek háza, melyik a kézműveseké. Ugye a sárga színű, a 18-as, amiről a múltkori alkalommal volt szó, hogy ez egy kisiparos emlékházként újult meg. Hát ugye aztán, hogy a gyűjteménynek mi lett a sorsa, én azt nem tudom igazából. Minden esetre 2 éve felkerült az internetre egy hirdetés, akkor már magánházként árusították.
meglehetősen borsos áron, de hogyha azt nézzük, hogy hol található meg, és milyen épületről van szó, akkor talán még annyira nem is vészes ez az ár. A szomszédságában volt ugye a 16-os szám, amiről láttunk egy fotót, ez a meglehetősen romos épület, annak a helyén is talán két éve húztak fel egy másik házat. Böbével múltkor, amikor az adás után mentünk visszafelé, akkor beszélgettünk, hogy hát azért rosszabbra számítottunk minden esetre annak idején, én legalábbis mindenképpen, de aztán sikerült azért valamennyire mértéktartóan elkészíteni ezt az épületet. Én tulajdonképpen megmondom, hogy miért drukkolok. Az Európa Nostra díjat Székesfehérvár városa nem csak ezeknek az épületnek a felújításáért, hanem ezeknek az épületnek a megfelelő hasznosításáért is kapta. Ez rajta van a táblán. Meg lehet nézni a templom falán. Tehát egy kicsit úgy gondolom, hogy ha ezt a város megfelelő értéknek tekinti, turisztikai szempontból, értékű örökségvédelmi szempontból, akkor egy kicsi több erőt vagy energiát kéne fordítani, bocsánat, most feladatot csinálok, nem magamnak, energiát kéne fordítani arra, hogy ne tüneményes, aranyos fiatal emberek vásárolják meg lakás céljára ezeket az épületeket, hanem ez maradjon meg ennek a funkcióba, amit itt csoportosítani lehet, mert ha itt magánházak vannak, azok az valószínű nagyon fogja zavarni a Tűzzel-Vassal fesztivál, pedig annak itt van a helye. Tehát milyen jó lenne itt több népművészetet, több képmesterséget nek otthont adni, és akkor ez tényleg egy pompázatos dolog lenne. Tulajdonképpen lassan-lassan a Palotaváros bemutatásának végéhez közeledünk, úgyhogy itt már csak szemelvényekről tudunk beszélni. Amit nem beszéltünk ezzel a városrésszel kapcsolatban, de lehet, hogy nem véletlen, az, amit mindenütt máshol említettünk, a kultúra, illetve a szórakozás. Megjelent a Palotavárosban ez annak idején valahol? Hát ugye a palotavárosi otthont említettem, mint olyat, ami aztán ugye az államosítás időszakától még körülbelül 10 éven keresztül ugye ezt a célt szolgálta. Mivel annyira közel helyezkedik el a belvároshoz igazából, meg a belvárosi kulturális intézményekhez, én legalábbis ilyen nagyon kiemelkedő intézményről nem tudok. A Hágiról én a következő adásban terveztem beszélni ugye a Burtelep vasútvidék tóváros kapcsán, de ha már szóba került, hát ha volt a Palotavárosnak egy kultúrközpontja, akkor az mondjuk a Hági. De nekem is van egy tippem. Mert hogy ott össze lehet gyűlni, mondjuk szórakozásra, Jávor Ottó írt osztálytalálkozóról például az érettségi találkozójukat, valamelyik kerek számot, én már nem tudom megmondani, pontosan ott tartották, és erről írt egy kis novellát, hogy kinek az élete hogyan alakult, hogyan változott meg. Rengeteg visszaemlékezés kötődik egyébként magához, a Hágihoz is. Annak az épületnek is egy nagyon érdekes története van, úgyhogy a következő adásban ez mindenképpen bemutatásra kerül. Nekem is van egy tippem. A bőrgyár és a Rácz utcai épületek egy tengelyt képeznek. Szabadtér is van körülöttük. Tehát ez szerintem egy remek, potenciális, kulturális helyszín. Nagyon sokfélére, mint ahogy annak idején ezt a Méhkas aula fel is fedezte, és egy néhány éven keresztül ezt remekül csinálta. Tehát kínálja magát. Volt még egy téma, ami mellett elmentünk, és nagyon visszavisz minket a történelembe. Említetted, hogy 3 templom volt a Palotaváros területén, hát ebből a Rácz templomot ismerjük. A másik kettőről tudunk valamit? Volt, hát ennek csak Siklósi Gyula leírásából lehet tudni. Volt egy úgynevezett magyar templom, meg voltak dzsámik is ezen a területen a török időkben. Azt tudjuk, hogy hol vagy, bármi emlék maradt ebből? Az egyik dzsámi az pont ott az Ingovány terület részén, tehát ott a Hági környékén volt. Akkor azt tudjuk, hogy ott a Murvás parkoló helyén ott volt a legújabb kutatások szerint a zsidó negyed, tehát ott is kellett valamilyen vallási központnak lenni. Ez lett volna még egy kérdésem, hogy hogyan alakult ki az a Murvás parkoló? Ez egy szabad terület volt? Mióta üres az a terület? Tudunk erről bármit is? Hát
Én nem vagyok építész, úgyhogy megmondom őszintén, nem tudok róla semmit. Ugye a város történeti jelentőség az igazából régészeti szempontból van annak a konkrét területnek. Ugye ott, ahol most a gyors étterem van, volt korábban a Palotaváros étterem, és annak a szomszédságában volt talán akkor is még szabad területként. Hát még a 70-es éveken látható régi fotókon, vagy akár amit a Molnár Tibor a 30-as években a Bazilika tornyából nyugat felé fotózott, ott látni, hogy ez egy élő kisváros volt. Szép térfalakkal, bableves nevű intézménnyel, és tehát csak amikor leborotválták az egészet, akkor mindent leborotváltak ott. Aztán sorra kezdett beépülni a Meki mögötti kanyargós épület, különböző kereskedelmi intézményekkel. És ha már erről beszélünk, akkor én építészileg, én hiányi érzetem van, és szerintem ez egy város szerkezeti seb, hogy a megyeházzal szemben lévő térfal, ahol annak idején a Simor János hercegprímás háza volt, a Havralekő faragónak a gyönyörű háza volt, tehát ez egy szép térfal volt, most egy üresség van. Azt tudom, hogy népszerűtlen döntés lenne azt mondani, vagy akár még azt mondom, hogy veszélyes döntés is, hogy ott egy házfalat kéne építeni, tehát ott házakra van szükség, és belül lehet a Petőfi Park. Így most az egész úgy szétfolyik, tehát hiányzik az a térfal azon a területen. Tehát ezt végig kéne beszélni, és higgadtan, hogy oda igenis jogosak, hogy egy szép ház sor épüljön. Akármilyen furcsán is hangzik, egy város mindig változik, mint ahogy a Székesfehérvár történetéről és város részeinek történetéről is megtudjuk pont ebben a beszélgetésben. Palotavárostól elköszönünk valójában. Egy kis előzetest hagyd kérjek a két hét múlva jelentkező műsorunkból. Következő adásban a Búrtelepről, a vasútvidékről, illetve a Tóvárosról lesz szó. Lehet azt mondani, hogy ma már ezek nem feltétlenül képeznek egy nagy egységet, hiszen építészeti szempontból sem annyira egységesek, bárhogyha a vasútvidéknek meg a Tóvárosnak mondjuk a panel építkezéseit nézzük, akkor akár sorolhatnánk egy egységbe is. Minden esetre ezek olyan kicsi városrészi képződmények, amelyeket mindenképpen érdemes egy adásban tárgyalni. Egyrészt a vasútnak ugye a vonzó hatása miatt alakult ez így, másrészt ugye a Tóváros, mint a fehérvári panelépítkezésnek az egyik emblematikus példája, mindenképpen nagyon fontos, illetve hát ugye a Búrtelepnek a kis lakásos építkezése, akár a vasutasokról van szó, akár kis tisztviselőkről és egyéb különböző családokról. Tehát három olyan terület, amik azért karakterükben néha jelentősen eltérnek egymástól, néha meg igenis nagyon hasonlítanak egymásra, és azért ezeknek is megvan a megfelelő infrastruktúrája, meg talán azért ebben a három kisvárosrészi képződményben minden megtalálható, aminek mondjuk egy kisvárosban szükséges, hogy megtalálható legyen. Hát és ott van a vasútállomás épülete, ami bizony biztos, hogy sok témát ad majd a következőkben. Csutin és Erzsébetnek nagyon szépen köszönöm, hogy a Palotavárosban ilyen szépen elkísért bennünket ezen a történelmi sétán, és köszönöm, hogy két részen át velünk voltál. Márkhoz még egy kérdéssel fordulok, a következő városrészekkel kapcsolatban ki lesz a vendégünk? Komlósi József lesz a vendégünk, ő a Vörösmarty könyvtárnak az egykori igazgatója, most éppen a Szénatéri tagkönyvtárban dolgozik, nagyon lelkesen, és a Tóvárosi olvasókörrel foglalkozott többek között, ennek a történetével és a fehérvári olvasóköröknek a történetével, és talán a Tóvárosi az egyik legfontosabb ezek közül, hát a mi városrészeink szempontjából mindenképpen, úgyhogy a következő adásban ő lesz a vendég. Váci Márknak is nagyon szépen köszönöm a mai műsort. Kedves nézőink, ugye, hogy találkoztak most is olyan információval, amit esetleg saját lakóhelyükről nem tudtak, így lesz ez majd két hét múlva is, mint hallották. A Fehérvár Televízió városismereti műsorát, a Városrészek titkai című műsort látták. Nagyon köszönöm, hogy velünk sétáltak. Viszontlátásra!